Az északi sarpontnál nem találunk szárazföldet. Éppen ezért az ott lévő jégtáblák a tengeren lebegnek. Hogy lehet az, hogy a jégtáblák a tengerfelszínén úsznak? Sőt, még a jéges medvét is elbírják. Nem kéne lesüllyedniük. Úgy megszoktuk ezt a jelenséget, hogy már fel sem tűnik, milyen nagy ellentmondás van benne. Ebben a kísérletben a jéggel fogunk megismerkedni. Az első vizsgálathoz szükségünk van üres befőttes üvegre, amit töltsünk meg színűtig vízzel. Miután ez megtörtént, egyszerűen csak rakjuk rá a tetejét, ne csavarjuk rá, ez nagyon fontos, és rakjuk be a mélyhűtőbe, amelynek lehetőleg gyors fogyasztási lehetősége van. Én ezt a kísérletet már korábban elvégeztem. A befőttes üveget beraktam mélyhűtőbe. Teljesen színültig volt töltve vízzel. De amit leemeljük a tetőt, lehet látni, hogy a jég már magasabban van, mint a befőttes üvegnek a teteje. Tehát ez azt jelenti, hogy a jégnek nagyobb a térfogata, mint a víznek. A vizsgálat második felében főző poharat töltsünk meg jégkockákkal. Majd engedjük tele vízzel. Lehet látni, hogy a jégkockák kilógnak a pohárból, és a pohár teljesen színűtig van vízzel. Mit gondoltok, ha elolvadnak, kifolyik a pohárból a víz? Természetesen nem. A jégkockák tehát nagyobb teret foglalnak el, mint a folyékony halmazállapotban. A jégkockák tehát nagyobb teret foglalnak el, mint folyékony halmazállapotukban. Vagyis kitágulnak, sűrűségük csökken, így könnyebbek, mint a víz. Még szerencse, hogy így van. Képzeld el, mi lenne egy kisebb tóban télen, ha hideg víz a tó aljára süllyedne, és ott fagyna meg. Mivel felülről folyamatosan hűteni a hideg levegő, szép lassan befagyna az egész, hínárostól, halastól, mindenestől. Nem beszélve arról, hogy nem lehetne korcsolyázni sem. Mi történik a valóságban? A leghidegebb víz a tó felszínén helyezkedik el, a felszín befagy. Mélyben pedig az élőlények áttelelnek. A tó mélyén 4 Celsius fokos víz van, ezen a hőmérsékleten a legnagyobb a sűrűsége.